800 éves fennállását ünnepelte Kisszékely. Ebből az alkalomból egésznapos programmal és baráti találkozóval várták az ideérkezőket. Délelőtt a 200 éves Szent György templom telt meg zsúfolásig, ahol Felföldi László pécsi megyés püspök celebrált jubileumi szentmisét, majd megáldotta az ünnepélyesen leleplezett emléktáblát. Ezt követően a vendégek az egykori Árpád templom helyén kialakított emlékhelyen gyülekeztek, amelyet a főpásztor szentelt fel. Ajándékba adtad nekünk ezt a csodálatos földet. És ezen a csodálatos földön mindig adsz helyeket, szent helyeket nekünk, amelyek megerősítik szívünket, életünket, küldetésünket. Áld meg ezt az ősi helyet, hogy megújulva megújítsa az ide térők szívét, életét, emberségét. A középkori templom régészeti feltárását a helyi kulturális egyesület kezdeményezte, a megyei múzeum régészei pedig hiteles bizonyítékokat találtak Kisszékely 800 éves múltjára vonatkozóan. Süli János országgyűlési képviselő elmondta, az emlékhely kialakítása és ezzel a múlt értékeinek megőrzése fontos feladat. Egy közösséget ennek kell élni, hogy ugye a múltat föltárni, abból a jelenbe gazdagodni, és akkor jövőre pedig kitekinteni, hisz vannak szép száma gyerekek, voltak itt is fönn, a templomi megemlékezésen is részt vette, nekik ez iránymutatás, hogy az ősök mit hoztak létre, és ugye 800 évvel ezelőtt itt már működő templom volt, ahol a gyülekezet össze tudott jönni. A Kisszékely Kulturális Egyesület képviseletében Csepregi Ferenc, a régészeti feltárás kezdeményezője beszédében kiemelte, a hely megszentelésével a falu a szülőföldhöz való ragaszkodásáról tett tanúbizonyságot. Ezt az emlékhelyet őseink iránti tiszteletünk jeleként hoztuk létre, és azért, hogy akik meglátogatják ezt a helyet, lássák, hogy itt évszázadok óta olyan emberek élnek, akiknek fontos a szülőföld, és az a közösség, amelyben élnek. A délutáni program során Májer József alpolgármester Kisszékely értékeire, a településen elért eddigi eredményekre hívta fel a figyelmet, hozzátéve a két legfontosabb feladat a falu megmaradásának biztosítása. Pajor Ágnes polgármester úgy látja, sokan térnek be szívesen a településre, vagy választják azt lakóhelyül. Mi is ezt tapasztaljuk egyébként, hogy keresik a falut, tehát hogy egy kicsit azt érezzük, hogy a városokba kezdenek kihúzódni az emberek, vagy legalábbis vannak olyan városok, amikből jobban, és Kisszékelyben az eladó házak nagyon hamar elkelnek. Tehát azt megveszik az ingatlanokat, felújítják őket, és ha valaki végigmegy a falun, akkor láthatják is, hogy nagyon sok építkezés folyik, és éppen ezért rendben is vannak a házak. A nap további részében a dr. Barócsai György állatorvos részére adományozott díszpolgári cím átadására került sor. Az elismerő oklevelet unokája vette át. A kisszékelyi árpádkori templom feltárásáról dr. K. Német András régész tartott előadást, kiemelve, hogy ez volt Tolna vármegye első közösségi régészete. A nap zárásaként bemutatták a lokálpatrióta Csepregi Ferenc Kisszékelyről írt Templomaink című új kötet. Is. Ebben a könyvben nem csak a templomokról van szó, hanem szó van a középületeinkről, azokról a keresztekről, amiket állítottak a határban az elmúlt századokban. Vannak még az iskolával kapcsolatosan olyan dokumentumok, amit menet közben kerültek elő. Tehát minden olyan dolgot, persze sokat ki kellett hagyni, ami úgy gondoltam közérdeklődésre tart számot, és talán elveszik örökre, hogyha most ezt nem jelentetjük meg, azt megpróbáltuk. A kötet emléket állít a 800 éves Kisszékely épített értékeinek és a múltnak. A katolikus templom és a középkori templom pedig a települési és a Tolna megyei értéktár kulturális örökségét is gazdagítja.